Ez egy 500 fős kis falu, és én nem panyolai vagyok, én budapesti vagyok, egy budapesti énekesnő, a Veronaki zenekar énekesnője, aki amellett, hogy énekesnő és drámapedagógus, amellett szeret nagyon izgalmas dolgokat megálmodni, és egy nagyon kedves barátom, zenész barátom mesélt nekem Panyoláról. Úgy mesélt róla, hogy valahogy nagyon azt éreztem, hogy ez egy varázslatos hely, és el kell ide jönnöm. És amikor itt voltunk, megálmodtam ide a pajtát, és nem is akármilyen pajtát, hanem, mint ahogy látjátok is, ez egy gyerekpajta. Kifejezett célom volt az, hogy legyen egy olyan pajta a pajtahálózaton belül, ami kifejezetten arról szól, hogy gyerekeknek nyújt minőségi zenei, mesei, művészi, képzőművészeti, népművészeti foglalkozásokat. Úgy gondoltuk el, hogy miután Panyola szerintem arról híres, nem csak a pálinkáról, természetesen arról is, hanem a hagyományőrzéséről és az a hagyományápolás, ami itt zajlik, tulajdonképpen ez egy példaértékű dolog. Ez a kultúrpajta pedig szerintem teljesen beillik ebbe a programsorozatba, amit mi csinálunk évek óta, hiszen nem csak a farsangi mulatságot elevenítjük fel, hanem egy remek nyári programunk van, a Panyola Fest, aminek a részesei vagyunk, és hát remekül összeérik ez a két projekt, és azok az emberek Zalaegerszeg, Budapest és sok-sok városból, sőt országból, akik ide érkeznek, megkapják azt a feelinget, amit egy szatmári faluból csak össze lehet hozni. Ez egy nagyon fontos koncepció volt számomra, hogy a szamosháti hagyományokra építkezzem. Azokra a művészekre és azokra a muzsikusokra, azokra a környékbeli csodálatos emberekre építkezzen, akik itt élnek és dolgoznak. Nagyon szeretünk itt lenni, nagyon bízunk abba, hogy ez a gyerekpajta továbbra is működni fog, és szerintem működni fog, mert nagy az emberi emóciója mögött, az egész mögött szeretnénk csinálni, és tovább is fogjuk.